300 kilométert tett meg gyalogosan Nepálban Kovács Balázs és felesége Kovács Némi Seta Rozália. Útjukról egy 500 darabos díjasorozatot készítettek, ezekből hoztak el pénteken 150-et a makói könyvtárba. Elmesélték élményeiket, kalandjaikat, különleges tárgyakat is hoztak magukkal. Kisebb apró tárgyakat hoztam még Nepálból, például az út szélén nőtt például marihuána, csak úgy a réten, sok egy tövet lepréselve, ugye bemutatási jelleggel természetesen hoztam, meg tudom én, jaknak a fogát, akkor a tibeti, például tibeti, nepáli és indiai pénzt is hoztam. És hát végül is az élménybeszámoló a lényege. Hát végül is 5416 méter volt, amire, ahova feljutottunk. Ez nem egy hegycsúcs volt, hanem ez egy hágó volt, amin át kellett haladjunk ahhoz, hogy a 300 kilométeres gyalogtúrát meg tudjuk tenni. És 7-8 ezeres hegyek között sétáltunk, 3-8 ezer méter fölötti hegy mellett mentünk el, amit le tudtunk fotózni. Többek között például a Daulagirit is, amit Erős Zsolt aztán megmászott pár évvel ezelőtt. Úgyhogy nagyon sok különleges dolgot láttunk, és úgy érzem, hogy egészen más ember lettem a nepáli utam hatására. Láttam az ottani halatlan nagy szegénységet, és azt a kiegyensúlyozott boldog életmódot, amit ők élnek, és akkor hát ez azért az emberben kétségeket ébreszt az iránt, hogy amit mi csinálunk, és esetleg szenvedünk az itteni helyzettől, hogy az vajon hát eléggé reális dolog-e. Rozália és férje sok mindent tanultak nepáli utazásuk során, új életszemlélettel tértek haza útjukról. Az a szintiszta igazság, hogy ott bizony-bizony, hát a mi európai kultúránkhoz mérten annyival egészen biztosan el vannak maradva, hogy ez jó, ez rossz, vagy azon lehet vitatkozni természetesen, de tényszerűen más. És hát ezen föl is van egy sajátos nepálsága a dolognak, ami aztán kétségtelen szintén érdekes. Szoktam mondani, vagy mesélni egy történetet egy kedves amerikai hölgyre, aki kicsit csacska volt én szerintem, mert elmenvén Nepálba másfél nap múlva visszajött, hogy dögunalom van, és itt nincs semmi érdekes, és ilyenkor mindig zárójelbe oda szoktam megjegyezni, hogy mindössze a Katmandu környéki, mit tudom, 30 kilométeres körzet úgy, ahogy van a világörökség része, tehát persze lehet, hogy nem méltányolják ezeket a dolgokat, de akinek szeme van rá, az mindenképpen ott topzódik az érdekességekbe. Szóval ez mindenképpen azt mondom, hogy más volt. Na most mindenképpen más volt az is, hogy hát mi itt erősen panaszkodunk, hogy szörnyű helyzetben vagyunk, nagyon rossz az ország helyzete, és lehet, hogy ez valamihez képest igaz, és akkor én azt szoktam mondani, hogy akkor ballagjanak el szépen Nepálba, ahol mi voltunk, és ott nézzék meg. Tehát ott a vaspapucsos faeke, az egy viszonylag korszerű szerszám. Mondjuk én magam részéről nem voltam nagyon elégedetlen, de hogy ezek után abszolút elégedett vagyok a sorsommal, az biztos is. És ennek dacára az emberek tényleg barátságosak, kedvesek, és láthatólag nem búskumarak. Tehát, és hát mondjuk szeretnek velünk, mint külföldiekkel beszélgetni, érdeklődőek, nyitottak, úgy általában. Bár a kasztrendszert eltörölték, azért még a brahminok kasztja az még tartja magát, tehát azért előfordult olyan eset is, hogy az úton egy kedves bácsi pálcával úgy elhesegetett bennünket, mint oda nem valókat, hogy mégis most ő megy ott is, de hát ezt az ember megértően viseli, hiszen én vagyok ott vendég, tehát értelemszerűen azért a helybéli viszonyokhoz nekem kell alkalmazkodni, és hát természetesen útjára engedtük, és akkor ő is elégedett volt, hogy nem tiportuk meg előtte a földet tisztátalan lábunkkal, de ezt mi jó szívvel elviseltük.